és nyikorog a székem. Sziasztok, Matilda vagyok, és csoda történt, mert most egy újabb barangolás Európában rész következik, és a legutolsó körülbelül másfél hónappal ezelőtt volt, és ilyen még nem volt. Mert eddig körülbelül mindig ilyen fél év vagy több telt el két barangolás Európában rész között, de most nem. Mert most januárban olvastam egy újabb nem angol per magyar szerzőtől származó könyvet Európán belül, úgyhogy most ebben a videóban egy német szerzőkönyvét fogom bemutatni, mégpedig Sandra Regnértől. Hú, kopott a németem, de mindegy. Gondolom Z-vel kéne mondani, hogy Sandra, de hagyjuk. Azt a minimális német tudásomat, amit összeszedtem középiskolában, azt felejtsük el, mert az nem volt sok. Szóval, ez a könyv az Elfek öröksége, ami a Sárkányok gyermeke trilógia első része. Igazából kicsit meglepett ez a könyv, mert elolvasva a fülszövegét nem feltétlenül számítottam volna arra, hogy én erre azt fogom mondani, hogy ez egy jó könyv volt. Mert nem arra számítottam, hogy azt fogom rámondani, hogy rossz volt. Csak ahhoz képest, hogy amennyire tetszett, rosszabbra számítottam. De ez egy nagyon jó könyv volt. Kicsit lassan haladtam mondjuk vele, de csak mert ilyen részletekben olvastam én 2-3 oldalonként, és akkor ott volt a közepén egy megszakítás, majd megindoklom miért. Azért becsapós kicsit, mert eddig az összes ilyen barangolás Európában-os rész, amit olvastam, kivéve a vajákot, ugye, mert hogy az fantazi volt, pedig mindegyik a saját országában játszódott, ez meg nem, mert ez német könyv, de ettől függetlenül Angliában játszódik a történet. Szóval először nem is figyeltem, hogy ez amúgy német könyv, mert azt hittem, hogy angol, de nem, becsaptak, aztán elolvastam itt ugye itt az elején, hogy német az eredeti. Szóval ez tök jó meglepetés volt, mert így mondtam, hogy jó, akkor legalább lesz újabb barangolás Európában rész. Ez egy ilyen ifjúsági fantazi ez is, de hogy ez nem egy külön kitalált világban játszódik, hanem ugye Londonban. Ott is egy ilyen iskolában játszódik, 18 éves diákokat követünk benne, és igazából a legelső fejezetből megtudjuk, és nem tudom, ez szerintem nincs rajta a főszövegen, de az a lényeg, hogy két főszereplőnk van, Lee és Felicity, igazából Felicityt követjük a könyv 90%-ában, talán két fejezet van Lee szemszögéből, és Lee egy elf, mert ebben elfnek mondják, szóval elf, Felicity pedig egy ember. És Lee-t küldik, hát most nem tudom pontosan, de hogy Felicity úgymond Lee végzete, mert van egy jóslat, ezt egyébként az első fejezetből egyből meg lehet tudni, szóval nem fogom kitenni még a spoiler jelzetet, mert hogy ez igazából még nagyon az eleje. Szóval van egy jóslat, és az összeköti Lee-t és Felicity-t, de Lee igazából elköveti azt a hibát, hogy az iskolában két Felicity van, és a rossz Felicity-vel Felicity-vel, igen, jó mondtam, jó ragoztam. Szóval a rossz Felicity-vel csinál az elején dolgokat. Nem akarok nagyon spoilerezni, csak azért mondom így. És hát utána derül ki, hogy a másik Felicity a kiválasztotta jóslat szerint, de mindegy. És hát ugye ez nem indítja el az kettőjük kapcsolatát olyan túl simán, mert hát Felicity innentől úgy tekint rá, hogy jó, ez egy ugyanolyan jóképű fiú, aki mindenkivel mindent, akármit csinál is. Őt nem érdekli, mert ő meg nem egy tipikus szépség, vagy nem tudom, hogy mondjam. Szóval nem egy szálbél alkat, és van fogszabályzója az elején, szóval ő úgy van kimondva a könyvben, hogy csúnya. De hogy én így olvastam a könyvet, nekem nem az jött át, meg így nagyon írták, hogy kövér, de aztán utána meg valahol le volt írva, hogy hány centi magas és hány kilós a csaj, és néztem, hogy ez nem kövér, ez éppen csak nem vaságyastól 40 kiló. Na mindegy, szóval nem teljesen értettem ezt a részét a dolognak. De ugye így indult el a könyv, tehát ez a tipikus a csúnya lánya kiválasztott. Jó. És akkor szerintem ki fogom most ott tenni a spoiler jelzetet, vagy nem tudom. Nem lesz szerintem annyira spoileres, de azért inkább, mint hogy valakitől, mint hogy valakinek el spoilerezzek valami fontosat.
És ugye innentől azzal folytatódik a sztori, hogy Lee próbál összebarátkozni Felicityvel, ami azért nehézkesen megy, mert a lánynak meg így megvannak az előítéletei Lee-vel kapcsolatban, de szép lassan kibontakozik köztük a barátság, meg így nagyon furcsa dolgok történnek Lee körül, és azért Felicity kíváncsi is, és akkor végül is barátok lesznek. Ami engem zavart igazából a könyvben, az elején nem, de ugye a felénél már sok volt, tehát hogy nagyon próbálták hangsúlyozni, hogy Felicity csúnya, Felicity kövér, Felicity így, Felicity úgy, nem tudom, mindenki nagyon izélte, és akkor mivel hogy mindenkitől ezt hallotta, így folyamat ő is ezt vetítette magára, és akkor mindig azt hallottuk, hogy jaj, mert hogy én csúnya vagyok, jaj, mert hogy én ez vagyok, az vagyok, amaz vagyok, és ez ugye a könyv háromnegyedénél már nagyon idegesítő kezdett lenni, főleg amikor már változásokon ment át, és már nem volt fogszabályzója, meg elkezdett futni, és fogyott is, tehát hogy most már nem volt se kövér, se csúnya, se semmi, eddig se volt az egyébként, de mindegy. És így nem értettem, mert akkor is még mindig ezeket mondogatta, és már néha nagyon forgattam a szemem a könyvolvasása során, mert mondom, már szálljunk le erről a témáról, már túl vagyunk ezen, már megvolt, hogy csúnya, meg minden, meg nem tudom, már nem az. Lépjünk tovább! Hát nem, nagyon tudtunk tovább lépni ezen, na mindegy, és akkor én egyébként azt vártam, hogy ugye ez az elfes dolog, meg nem tudom én, hogy egy ponton majd így átviszi őt Lee az elfekhez, és akkor valami fantazi világba csöppenünk. Nem, mert mint kiderült, igazából Lee csak félig elf, és ő egy időügynök, vagyis tud visszaugrálni az időben és különböző hibákat kijavítani. Szóval nem volt ilyen nagy fantazi világba repülés, amit vártam majdnem az egész könyv alatt. Na mindegy. És hát igazából a könyv vége felé, meg így a könyv folyamán is többször előfordul Felicityvel, hogy így eltűnik előle a világ, és valahova máshova kerül, de csak ilyen villanás erejéig. Aztán majd történik az, hogy Lee-vel együtt a 8. századba visszaugranak, és akkor így kiderülnek végre dolgok, mert egészen addig mindig, mikor Felicity valami furcsaságra rákérdezett Lee-nél, Lee-nek volt valami kitérő válasza, és így kicsit idegesítő volt, hogy a könyv felén, háromnegyedén keresztül igazából mi tudtuk, hogy Lee egy elf, és tudtuk, hogy miért akar Felicityvel összebarátkozni, és egy csomó furcsaságnak így félig meddig tudtuk a magyarázatát, amiért a két fejezet miatt Lee szemszögéből, de Felicity ugye nem tudta, és Felicityt követtük. És Felicity folyamat tette fel a kérdéseket, amire mi olvasóként tudod a választ, de hogy úgy van kezelve, mintha nem tudnád, és így próbálja, gondolom, érdekessé tenni, hogy próbálod kideríteni, hogy mi történik, de igazából már tudod, mi történik, szóval ez egy kicsit rosszul volt talán megoldva, vagy nem is tudom, hogy mondjam. De 4 csillagot adtam a könyvnek, szóval egyáltalán nem volt rossz, meg voltak a maga rosszabb pontjai, amik miatt 4 csillagot kapott, de egyébként ez egy teljesen jó kis könyv volt, és igazából úgy lett le is zárva, hogy azért is érdekel a folytatás, meg azért is, mert amúgy is szeretném kideríteni még, hogy igazából hova megy ez az egész profécia dolog, mi minden fog itt történni, mert nem sok minden derült ki úgymond ebből az első részből, mert ez leginkább a kettőjük barátságának a megalapozását mutatta be. Úgyhogy nagyon valószínű, hogy én hamarosan csattogok könyvesboltozni, és ennek megveszem a maradék 2 részét, mert hogy ugye egy trilógia, mint már említettem is, mert azok is nagyon érdekelnek, meg érdekel a befejezés is. Anyukám nemrég elolvasta ezt a könyvet, mert már sok volt neki a disztópia, ami megvolt nekem, és azokat olvasta, és azt mondta, hogy kell neki valami, különben a kardjába fog dőlni, és elolvasta ezt, és azt mondta, hogy igen, vegyem meg a folytatást, mert őt is érdekelni, úgyhogy majd veszem a folytatásokat. Na, hát akkor ez volt a Barangolás Európában németországi kiadása. A második 2 részről valószínűleg nem lesz külön Barangolás Európában rész, mert ugye meg volt a Németország, de majd az adott havi összegzésemben biztos, hogy benne lesznek. Szóval ez egy tök jó könyv, és igazából meglepett. Tényleg nem számítottam volna rá, hogy ennyire tetszeni fog. Igen. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!